Szeméthalmok az utak mentén. Programot hirdetett a kormány a szeméthalmok felszámolására. A gyerekek körében is terjed a COVID-19. Sokkal többen kerülnek kórházba, mint korábban. Együtt a régi és új generáció művei. Kiállítás nyílt a Szolnoki Művésztelepen. Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. Április 14-én szerdán 19 órakor az Aktuálist látják a nap legfrissebb híreivel. Tisztítsuk meg az országot programot hirdetett a kormány, amelyhez csatlakozott a Magyar Közút is. Ezen a héten nagy erőkkel tisztítják meg a hazai utakat, illetve az útmenti területeket a szeméttől. Tavaly 10 000 tonna illegális hulladék gyűlt össze országosan, és a megyei adatok sem szívderítőek. A Magyar Közút folyamatosan próbálja formálni az autósok, valamint a közutak mellett lakók szemléletét. Tavaly Jobb, ha el sem dobod címmel indított kampányt annak érdekében, hogy világossá váljék, az út és az út széle nem hulladéklerakóhely. Néhol még önkénteseket is bevonva szedték a mások által eldobott szemetet a közutasok, 10 000 tonnányi gyűlt össze. Ezen a héten a megyében is nagy erőkkel folyik a közutak és azok környezetének megtisztítása. Például 2020-ban nagyságrendileg 100 millió forintot költöttünk szemétszedésre, illetőleg az összegyűjtött szemétnek az elszállítására, ami körülbelül olyan 12 500 munkaórát emésztett föl, és ez egy 530 tonnányi szemetet jelentett. Nem ritka, amikor több teherautónyi elhasznált gumiabroncsot kell a kollégáinknak elszállítania, vagy szintén teherautó mennyiségű bontott építési törmeléket. A tavalyi országos akció költsége megközelítette a 1,5 milliárd forintot. A Magyar Közút szerint ezt az összeget, illetve a hulladékszedésre, szállításra fordított munkaerőt az utak állapotának javítására is lehetett volna fordítani. Helyi összefogással tisztulhat meg a belvárosi Tisza szakasz. Szombaton délelőtt várják azokat a szervezeteket, magánszemélyeket, akik rá tudnak szánni néhány órát arra, hogy elkerüljön a folyópartról az a hulladék, amelyet a februári árhullám sodort magával. Több köbméternyi hulladékot sodort magával a februári árhullám a Tiszán. Az Ukrajnából, Romániából érkező szemét az ártéren lerakódott. Szombaton lakossági akció keretében tisztulhat meg a Tiszapart, az egészséges Tiszáért és tiszta Tiszapartért akció során. Szolnokváros belvárosi részét, illetve a Tisza-Zagyva belvárosi részét fogja érinteni ez az akció, mind a két partrész, partszakaszt. Azt gondolom, hogy mindannyiunk közös felelőssége a környezettudatosság és a környezet kími megkímélése, a környezetvédelem. Még egyszer arra biztatunk mindenkit, civileket is, nem csak szervezeteket, hogy vegyenek részt ezen az akción. Februárban Tiszabecsnél mérték az országhatáron túlról érkező szemét mennyiségét, akkor percenként 30-40 darab hulladékot sodort magával a Tisza. Ez az árhullám elhúzódását tekintve több köbméternyi szemetet jelent. Tüzet voltunk per pillanat, a szemét már itt van, ezt fogjuk majd összeszedni, de ezen kívül szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, mind a fiatalabbak, mind az idősebbek körében, hogy mennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a szemetet szelektíve gyűjtsük, most éppen a folyópartról, de a hétköznapokban otthon is szeretnénk, hogyha ez így működne. A közösségi Tiszapart tisztító akció szombaton 9 órától délig tart. Minden szükséges eszközről, hulladékgyűjtő zsákokról, munkavédelmi kesztyűkről az NHS Szolnok gondoskodik. Országszerte, így vidékünkön is jelentős károkat okoztak a csonthéjasoknál, főképp a kajszültetvényekben a múlt heti fagyok. Derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből. A következő hetekben számos gyümölcsfaj virágzik, a gazdálkodók igyekeznek megúvni őket az időjárás viszontagságaitól. Ugyanakkor bíznak abban, hogy nem tér vissza huzamosabb időre a fagyos idő. Az április elejé fagyok kárt okoztak a virágzó kajszi és őszi barackfákban. A várható terméskiesés vidékenként eltérő, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara előzetes gyors felmérése. Második év már, amikor nagyon nagy fagykárt kell elviselnünk ennél a két fajnál. Különösen nagy probléma ez azért, mert ugye a gazdák
A múlt évben sem volt nagyon bevételük, kajszibó mindössze 10% volt, őszibarackból is alig volt 20-25% egy harmad termés, és így aztán kiürült a pénztárca. Az csak legkorábban 2 hét múlva derül ki, hogy az említett gyümölcsféleségeket milyen mértékű kár érte az idén. Az viszont az elmúlt évek tapasztalatából kitűnik, hogy a kertészeti ágazatnak is alkalmazkodnia kell a klímaváltozáshoz és az egyre szélsőségesebbé váló időjáráshoz. Nagyon komolyan kell venni azt, hogy egy teljes módon fel kell szerelni Magyarország gyümölcs termelését a fagyvédelemre. Ez egy nagyon komoly feladat lesz, ez nem csak pénzkérdése, ez technológia, információ, oktatási és minden egyéb kérdés magába foglal. Tehát egy új szemléletváltást kell ezen a területen létrehoznunk. A rendszerváltás utáni időkben telepített, főként mediterrán fajták sínylik meg a legjobban a tavaszi fagyokat. Ezek helyett a Kárpát-medence megváltozott éghajlatát jobban toleráló fajokat kellene telepíteni, mondta a kamara szakértője hozzátéve, a hazai gyümölcsnemesítés újbóli megerősítésére is sor kerülhet azokból a kormányzati forrásokból, amelyek a következő időszakban a hazai agrárium fejlesztését szolgálják. A koronavírus járvány első szakaszában még úgy tűnt, a gyermekekre kevésbé veszélyes a COVID-19 okozta megbetegedés. Most a harmadik hullámban azonban a tapasztalatok szerint nem csak gyorsabban terjed a vírus, de a gyermekek közül is sokkal többen kerülnek kórházba, mint kezdetben. A szülőknek érdemes odafigyelniük az elhúzódó vagy éppen a látszólagos gyógyulás után jelentkező post-COVID tünetekre is. Tanácsadásra és a bárányhimlő elleni kötelező védőoltásra érkezett édesanyjával és nővérével ez a kislánya Széchenyi körúti rendelőbe. A körzetbe tartozó körülbelül 800 kispáciens között a gyermekorvos tapasztalata szerint egyre több a koronavírus fertőzött beteg. Bár a legtöbbjük továbbra is tünetmentesen vészeli át a fertőzést, és csak a szülőknél jelentkező betegség kapcsán derül ki, hogy a gyerekek is elkapták a vírust, növekszik a súlyosabb esetek száma is. A tünetek pedig nem feltétlenül ugyanazok, mint a felnőttek esetében. Atipusosan zajlik legtöbbször, tehát nagyon gyakori a hasmenés, hányás, magas láz. Így került is egy kisfiú a kórházban a napjaink nem olyan túl régen, és nála COVID-fertőzés igazolódott. Úgyhogy egyre több a családoknak végig megy gyakorlatilag. Ha valaki pozitív, az általában az egész családon végig megy, nagyon gyorsan fertőz ez a vírus. A gyermekorvosi rendelőkben, ahogy a felnőttek ellátásában is telemedicina rendszer működik. Azaz, ha koronavírus gyanús tünetek jelentkeznek, először telefonon kell a szülőknek az orvos segítségét kérniük. Ha nem változik a helyzet, akkor vagy a tesztet kérünk, és akkor a teszt alapján meglátjuk, hogy hogyan tovább, vagy milyen súlyos a fertőzés. Ha pedig már az a gyanunk, hogy esetleg felülfertőződés történt, mert 3 napon túl lázas, azért be szoktuk rendelni időpontra, nem érintkeznek egymással a betegek, és természetesen történik vizsgálat és további teendők megbeszélése a szülőkkel. Arra is érdemes odafigyelni, hogy a tünetek elhúzódása, azaz a hosszú COVID vagy post-COVID állapot a fiatalok esetében is előfordul. Hát 3 hét után fennálló tünetek, akár fejfájás, fáradékonyság, gyengeség, ezekről panaszkodnak legtöbbet a szülők, vagy palpitációérzése, tehát heves szívdobogás érzést jelez a gyermek minimális megterhelés kapcsán. Ilyenkor felmerül ez a post-COVID szindróma, amire most már vannak ambulanciák, ahova el lehet őket tovább küldeni konzultációra, hogy milyen teendők vannak a továbbiakban. A fertőzés akkor is megterheli a szervezetet, ha tünetmentesen zajlik le a betegség. Ezért fontos, hogy a COVID-fertőzésen átesett gyermekek terhelésében a fokozatosság elve érvényesüljön. Azaz például egy sportoló gyermek ne edzen rögtön ugyanolyan intenzíven, mint korábban. Ahogy arra is nagy szükség van, hogy a szülő eloszlassa gyermeke túlzott félelmeit a vírussal kapcsolatban. Sok esetben ugyanis nagyon nehéz elkülöníteni a szorongásból eredő pszichés tüneteket a COVID okozta tünetektől. Kedves nézőink, Önök az Aktuálist, a Szolnok Televízió szerdai hírműsorát látják. Nézzük, mi lesz a folytatásban röviden. Várják új lakóikat, 3 szolnoki óvodában telepítettek mesterséges fecskefészket.
Elhunyt a TV Maci megalkotója, bábjairól lett híres a Szolnokon is élő Szabó László. A tavaly nyáron befejeződött felújítás után először állít ki együtt a szolnoki művésztelep minden alkotója. A tárlatra annak a kiállításnak az anyagából válogattak, amelyet az elmúlt hónapokban Szlovéniában láthatott a közönség. A kortárs képzőművészet szolnoki kedvelői egyelőre személyesen nem, online azonban hamarosan találkozhatnak a művekkel. A Ljubljanai Magyar Kulturális Intézet kiállító terében tavaly ősszel nyílt meg az a kiállítás, amelyen először mutatkozhattak be Szlovéniában a szolnoki művésztelep kortárs alkotói. A művészek ugyan a járvány miatt személyesen nem kísérhették el alkotásaikat, sőt a tárlat berendezését is rendhagyó módon itthonról online irányította Verebes György művészeti vezető. A helyi szervezők azonban az elmúlt időszak egyik legsikeresebb kiállításaként értékelték a szolnoki válogatást. A közönség is szerette, annak ellenére, hogy mondjuk a kiállítás időtartamának körülbelül csak az egyharmadában lehetett élőben megnézni a kiállítást, és ez, hogyha jól emlékszem, akkor talán január elején nyitotta meg a kapuit az intézet, úgyhogy a nézők számára is hozzáférhetővé váltak a kiállítóterek, és aztán rövidesen ismét bezártak. Nemrég érkezett vissza Szolnokra a ljubljanai kiállítás anyaga, amelyből egy válogatást a művésztelep újonnan kialakított galériájában állítottak ki. A valamivel több mint 30 festmény, szobor és plasztika között a szolnoki alkotóközösség minden jelenleg itt élő művésze képviselteti magát néhány alkotásával. A rangidősnek számító Fazekas Magdolna Munkácsi díjas festőművésztől a két fiatal tavaly beköltözött művészig. Ez az első alkalom, hogy mindannyian együtt állítanak ki. Szolnoki művésztelepnek a gárdája, a régebb óta, hosszú évek óta itt élő és dolgozó művészek már egyfajta hagyományt képeznek, és van két fiatal újonnan érkezett művészünk, hogy ők hogyan épülnek be a műveikkel szervesen ebbe a történetbe. Ez nagyon szépen alakul, és azt kell mondjam, nem csak a művek tekintetében alakul szépen, hanem a közösségi élet szempontjából is. Tehát amilyen szerves módon ők részt tudnak venni a művésztelep mindennapi életében, a közösségi eseményekben, az is azt hiszem, hogy példaértékű. Erről szól a szolnoki művésztelep. Mivel a művésztelep a járvány miatt egyelőre nem fogadhat látogatókat, a most kiállított alkotásokkal az újranyitásig online tárlat formájában találkozhat a közönség. Közben pedig elkezdődött annak a történeti anyagnak az összeállítása is, amely a tervek szerint a nyár elején a horvátországi Zágrábban lesz látható. Kedves nézőink, a szolnoki művésztelepen nyílt kiállításról bővebb összeállítást láthatnak a ma esti Kultidőben. Mesterséges fecskefészkek kerültek három szolnoki óvoda, a Hétszínvirág, a Nyitnikék és a Csicsergő épületének eresze alá, a babafa.hu weboldal üzemeltetőjének és más civil szervezeteknek a jóvoltából. A gyerekeknek így alkalmuk lesz megfigyelni a hamarosan érkező madarak életét és szokásait. A Hétszínvirág óvodában jártunk. Hol vannak a fecskék ilyen télen? Tudod-e? Nem tudom. De hol vannak nyáron? Égben. Az égben, és hol laknak? Itt a falán. Mostantól cserépből készült fészkek várják a Molnár fecskéket a Hétszínvirág óvoda épületének eresze alatt. Örültünk ennek a kezdeményezésnek, hogy úgy műfecskefészket tudtunk feltelepíteni, és hát nagyon reméljük, hogy bele is költöznek a Molnár fecskék, és még abban is reménykedünk, hogy akár ezután már saját maguktól is építenek mellé majd fészket. Az első fecskék megérkeztek. Az ovisok közül van, aki már látott is. Füsti fecskék. No hát, azt honnan tudod, hogy füsti fecske? Erika néni mondta. Nagyon jó, ha legközelebb jönnek, megismered őket? Igen.
A szolnokvárosi óvodák három tagintézményének eresze alá kerültek műfecskefészkek, a babafa.hu weboldal üzemeltetőjének és civil segítőinek jóvoltából. Szülőként én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekeinket megtanítsuk arra már kiskorukba, hogy hogyan tudnak segíteni a természetnek. Azt látom, hogy Szolnokon is egyre több civil szervezet kezdeményezi az éppen aktuális természeti jelenségeknek a segítését, és most nagyon aktuális ez a fecskefészek, ugyanis a fecskék hamarosan érkeznek, vagy már egy-egy nagykövetük itt is van, és a fészekrakásukat a műfecskefészek kihelyezésével segíthetjük. A kezdeményezést a megyeszékhely óvodája örömmel fogadta annál is inkább, hiszen a 19 tagintézmény közül 11-ben kiemelten kezelik a környezeti nevelést. Napi szinten a gyermekek nyomon követhetik a madarak életmódját, azt, hogy hogyan nevelik az utódjaikat, azt, hogy milyen táplálkozási szokásaik vannak, és ez a napi szintű nyomon követés, ez lehetőséget biztosít a gyermekek számára, hogy következtetéseket vonjanak le, okozati összefüggéseket lássanak meg. Ezek a gyerekek sok szolnoki óvodáshoz hasonlóan biztosan esélyt kapnak arra, hogy környezettudatos, a természet szépségei és értékei iránt fogékony felnőttekké váljanak. Versenymotorok tuningolásával kezdte, majd hidraulikusként dolgozott egy műanyagipari cégnél, mégis bábjairól lett híres a rövid ideig Szolnokon élő Szabó László iparművész. A legendás TV Maci megalkotója, számos magyar bábfilm hősének atya 85 évesen hunyt el. Csak nem napra pontosan 60 éve, 1963. április 15-én jelent meg először a magyar televízió képernyőin az Esti Mese Szignál filmje. A Maci bábot Bálint Ágnes ötlete alapján Szabó László készítette el. Az akkor 26 éves kispesti születésű iparművész meglehetősen szokatlan módon került a bábok közelébe. A szolnoki honvéd Kilián György repülőhajózó tiszti iskola elvégzése után motorkerékpárok tuningolásával kereste a kenyerét. Mivel bevallása szerint mindig is szeretett barkácsolni, farigcsálni, makett gyűjteményével a hóna alatt 1965-ben bekopogtatott a Pannónia filmstúdióba. Valahogy így robbant be Szabó László a bábfilmes szakmába. A legkisebb ugrifüles figuráját már 10 éves bábkészítői tapasztalattal a háta mögött alkotta meg. A kivitelezés aprólékos munka volt. Fával, textillel, műanyaggal és más alapanyagokkal dolgoztak a televízió megrendelésére. Mindegyik figurából többet is készítettek, mert a forgatások során elhasználódtak. Ma mesélek neked egy mesét a Mirmurról, jó? Ki az a Mirmur? Hát a Mirmur, a kandúr. A két kíváncsi kóbormacska felejthetetlen karakterének kivitelezése is Szabó László nevéhez fűződik. Az 52 epizódot megért bábfilm figurái ugyancsak a magyar animációs filmkészítés gyöngyszemei közé tartoznak. Szabó László 25 év után távozott a Pannónia filmstúdióból. Nyugdíjas évei alatt festegetett, felkérésre bábfiguráit kísérte kiállításról kiállításra, így fordult meg az akkor 3 éves Rákóczi Falvi Maci Múzeumban is. Az ígéret ellenére a TV Maci kiállított kópiája végül mégsem ide, hanem Szarvasra került. Oda, ahol utolsó éveit töltötte az idősmester, aki úgy futott be bábos karriert, hogy munkáltatója kérdésére elvégezte a főiskolát, úgy válaszolt igennel, hogy csak ő tudta Szolnokon szerzett repülőgépmotorszerelői bizonyítványról, nem pedig az iparművészeti főiskolán kiállított diplomáról van szó. Ezt a csúsztatást, mint vallotta, senki sem hányta utóba szemére. Kedves nézőink, most pedig olvasnivalót ajánlok a csütörtöki Új Néplapból. A tavaly nyári néhány hónapos rövid ideig tartó fellélegzés mellett immáron több mint egy éve kijárási, illetve látogatási tilalom van érvényben a bentlakásos idős otthonokban. Ez a szépkorúakat, illetve az őket látni kívánó szeretteiket is megviseli lelkileg, ezért az illetékesek megtalálták a megoldást a biztonságos kapcsolattartásra. Egyre több idős otthon szerez be például egy különlegesen kialakított látogató konténert.
Szolnokon a Vízpart körúti intézmény udvarán helyeztek el egy ilyen konténert, amit a tervek szerint jövő hétfőtől vehetnek majd használatba. Erről az Új Néplap csütörtöki számában olvashatnak, mely tiszatavi, kertész, valamint mezőtúr és környéke oldallal jelentkezik. Kedves nézőink, az aktuális végén nézzük most legfontosabb híreinket. Még egyszer, röviden. Fagykár a gyümölcsösökben, idén is kevés lesz a sárga és őszi barack. A gyerekek körében is terjed a COVID-19, sokkal többen kerülnek kórházba, mint korábban. Várják új lakóikat, három szolnoki óvodában telepítettek mesterséges fecskefészket. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió szerdai hírműsorát látták. Beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Mára valamennyi munkatársam nevében köszönöm szépen kitüntető figyelmüket. Hírek plusszal holnap reggel 6 órakor és 7 órakor, valamint délelőtt 11 órakor várjuk majd Önöket. Friss hírek pedig 19 órakor az aktuálisban. Viszontlátásra!